rendezésben jön a János Vitéz, és érdekes, eddig még soha nem hallott részleteket mondunk el Kacsó Pongrácz daljátékának ősváltozatáról. Mutatjuk, hogyan vizsgáztak a Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei, és ott voltunk az Opera Zenekar bécsi klasszika jegyében adott koncertjén is. Üdvözlöm Önöket, Gyüdi Melitta vagyok, ez az Opera Café, a Magyar Állami Operaház magazin műsora. Mutatom a mai kínálatot. Soha nem álmodtam róla, hogy ezt csinálhatom, és ezt a ruhát meg aztán pláne nagyon szeretem. Egy táncosnak mindig azt kell gondolni, hogy mindig jobb akarok lenni, és hogyha egyszer nagyon jól megy, akkor még jobban. Nagyon intenzíven és nagyon keményen dolgoztunk, hogy ezt a stílust igazán megtaláljuk és eltaláljuk. Én bízom benne, hogy a közönség ezt fogja érezni. Főszerepben az Opera Zenekar. Művészeink múlt hétvégén a bécsi klasszika jegyében adtak koncertet, ami hatalmas sikert aratott. Káli Gábor vezényletével Mozart Don Giovanniának nyitányát, Haydn S-dur trombita versenyét és Beethoven 7. szimfóniáját játszották el a közönségnek. Ott voltunk, így most Önök is láthatnak egy részletet az est hangulatából. Nagyon intenzíven és nagyon keményen dolgoztunk, hogy ezt a stílust igazán megtaláljuk és eltaláljuk. Én bízom benne, hogy a közönség ezt fogja érezni. Nagyon át tudta azt az érzést adni, amit én azt gondolom, hogy ebben a szakmában fontos. Remek művek az Opera Zenekar koncertjén, a karmester szenvedélyesen dirigál. A zenekari művészek fókuszálnak és gyönyörűen játszanak, a közönség pedig elragadtatott. Mutatjuk, milyen volt az Aranykor bécsi klasszika című koncert az Operaház színpadán, ahol a legnagyobb szerepet a zenekar kapta, és ahol az egyik zenekari művész Káli Gábor karmester nővére. Én nagyon izgultam az elején, úgyhogy az első próbát azt így kicsit révületbe töltöttem, azért is, mert ő ott áll. Az Andrássy úti Dalszínház nézőtere megtelik élettel, a közönség csak a zenekar miatt érkezett. A nyitány Mozarté, ezen az estén a Don Giovanni személyes hangú zenekari bevezetője, az operairodalom egyetlen idézete. Don Giovanninak ez a sötétsége, majdnem már romantikába átcsapó zeneisége, pláne egy koncert legelején, aztán a Beethoven 7. szimfóniával végén egy dicsőségben és fényben abba hagyni, ez egy fantasztikus út. Amelynek közepét Haydn igazán változatos és jól ismert S-dur versenyműve jelenti. Ezt a junior primadias szólista könyves Tóth Mihály elbűvölő trombita hangon adja elő. Ő egyébként a világ egyik legrangosabb, a müncheni ARD zenei versenyén második helyezést ért el. Fantasztikus megtiszteltetés a számomra, hogy felkértek. Játszhattam volna mást is, én választottam ezt a darabot, mert nagyon közel áll a szívemhez. Mindegyik kolléga annyira odaadóan segít nekem, hogy ezt ezúton is szeretném nekik megköszönni. A koncert vége pedig Beethoven 7. szimfóniája, amelynél a tételek sajátos ritmikája adja a jellegzetességet. A 7. szimfónia Beethoven zenéjében minőségi ugrás, ahogy a 3. szimfónia is ilyen volt, de később a 9. is kiemelkedő lett. A 7. választottam, tehát ez az én kérésem volt, mert azt hiszem, hogy ez egy kulcsfontosságú Beethoven szimfónia, és ha esetleg a zenekar nem olyan sűrűn jut ehhez a repertoárhoz, hiszen azért egy opera zenekarról beszélgetünk, ez nagyon fontos, hogy egy ilyen alapmű végig dolgozza, meg legyen a repertoárjukban. Az nagyon tetszett, hogy az artikulációt nagyon pontosan kérte, rövid hangokat, hosszú hangokat, kötéseket teljesen ki tudtunk tisztázni.
amikor mondjuk operában játszunk az énekessel, az alapvetően nekünk fontos, hogy attól függetlenül, hogy nyilván a karmester ő az egészet koordinálja, de azért hallgatnunk kell az énekest folyamatosan. Egy másfajta kommunikáció nyilván, mert azért azt a zenész tiszteletet is meg kell adnunk egymásnak, amit nyilván a családban egy kicsit lazában tudunk kezelni. De azért, amikor zenélünk, az szerintem minket egy picit még feljebb emel, mert az érzelmi hátterünk az viszont közös. A zongora és karmesteri tanulmányait a Budapesti Zeneakadémián végző, majd Berlinben folytató Káli Gábor volt a Nürnbergi Operaház első karmestere, zeneigazgató helyettese is, tucatnyi operaprodukciót vezényelt már a föld számos országában. Versenyeredményei kiválóak, világhírű művész. Célja a művek hangzásának a keletkezésű korszakában, azaz a bécsi klasszika, illetve a kora romantika időszakában megszokotthoz igazítása volt. Vannak bizonyos fortélyok, amivel lehet közelíteni a hangzást egy ilyen historikus irányhoz tulajdonképpen. Például a vonósoknál az, hogy a vonót hova teszik a húrra, hol játszanak. Az, hogy a rövidsége meglegyen a hangoknak. Az, hogy bizonyos frázisok végén tényleg le legyen halkítva. Mindez sikerült, és a közönség reakcióját fel is hangosította. A koncert benne a nyitány, a trombita verseny és a szimfónia is elsőprő sikert aratott a nézők körében. Jövő héten újabb premierrel várjuk közönségünket. Kacsó Pongrácz daljátéka a János Vitéz. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából kerül új rendezésben színpadra. A mostani előadás különlegessége, hogy az alkotók és a művészek a darab 1904-es ős változatához nyúltak vissza. Ez a zenekari anyag, ez egy az egyben a Kassó Pongrácz kéziratos zongora kivonatával egyezően lett kitalálva, és csak annyi hang szerepel benne, amennyit akkor lepötyögött. A János Vitéz eredeti kézirata. Rácz Márton karmester kutatása során került elő. Ennek köszönhetően pedig a mű 1904-es változata debütál az Operaház színpadán. 15 évvel ezelőtt egyszer egy barátom hallott, hogy fogok János Vitézt csinálni, és letett egy banános dobozt benne egy kottával, rá volt, hogy János Vitéz nagyon szép, jó saláta, egy kotta. Megnézegettük, kicsit belenéztem, mondom, hogy ez a mi tákolmány, ilyen kevés. Szóval, hát mit tudom én, micsoda ez. Jó, van, ha János Vitézt használjuk a keneseit, ahogy szoktuk. A János Vitézt 1904-ben mutatta be a Király Színház. Címszerepben a kor ünnepelt primadonnájával, Fedák Sárival. Csak a Király Színházban összesen 689 alkalommal játszották. És aztán mégiscsak úgy alakult a történelmi folyamat, elkezdtem én ebbe belenézni ebbe a kottába, és amikor az ember meglátja az 1904-es, 1905-ös előadás beosztást, elkezdi összerakni a képet, hogy ez pontosan stimmel a 52-ben kiadott zongora kivonattal, tehát ez a mindenki által ismert anyag, igen hiányos, hiányzik bele két kürt szólam, egy brácsa szólam, de második fuvola szólam, de alapvetően és a hárfa is, de a többiből teljesen komplett anyag van, transzpozíciókkal, mindenekkel, akkor érdekessé vált, hogy ez lehet-e valamit kezdeni. Az első lépés az volt, ahogy betehette a János Vitéz a lábát az Operaházba, hogy előtte a Nemzeti Színház játszotta. Ez 1931. decemberében volt, mégpedig Horthy Miklós neve napján. Petőfi Sándor költeményét Bakonyi Károly írja át, és azt reméli, a kor egyik népszerű operett szerzője Huszka Jenő zenésíti majd meg. Ám a már befutott szerző nem lát fantáziát a műben. Így a zeneszerzésben kezdőnek számító, eredetileg matematika-fizika szakos tanárra, Kacsó Pongrácra bízzák a művet, aki 5 hónap alatt tesz eleget a felkérésnek. Úgymond tudatlanul műkedvelőként ez kijött a tollából, és egészen megdöbbentő, de ez zongora kivonatban készült. A megkerülhetetlen Tóth Aladárunké a következő stáció. Elkezdett szóba kerülni, hogy a akkori Városi Színházat, a mostani Erkel Színházat, ezt a hatalmas épületet is az Operaházhoz csatolják, akkor első premierként a János Vitézt választotta. Itt viszont a butykai hangszerelését a kényesfülű Tóth Aladár kevésnek érezte, úgyhogy fölkérte Kenesei Jenőt, hogy tupírozza föl ismételten a Kacsó partitúrát.
kaptam egy megkeresést az operából, hogy hát én is csináltam a Keresélyfele János vitézt ugye a házban, hogy hát próbáljam halkítani, és mondtam, hogy én azt az RKC-hez nem tudom halkítani, hogyha tuba van benne, és az hangol, az olyanra lett írva. Miért tudsz jobbat? És mondtam, hogy én nem tudok jobbat, de van egy anyag, ami talán működik. És ez volt 2-3 évvel ezelőtt, és egyszer csak most itt állunk. Még a hárfaszolom nagyon hiányos volt, az nagy része írás, ez be kell valani, de a többi az egy 98%-os pontossággal az, ami ott szólhatott. Az eredeti kéziratok széljegyzetei a múltat őrzik. A daljáték ősváltozatának visszafejtése pedig izgalmas zenei kuriózumot tartogat. És ezzel a János Vitézről szóló beszámolóinknak még nincs vége. Mutatjuk, hogyan láthatják majd a színpadon a mai napig megkerülhetetlen alkotást. Az előadás, bár gyerekeknek is nagyszerű élmény, és akár bevezető is lehet a dalszínház világába, nem csak a kisebbeknek szól. A rendező Szabó Máté célja a daljátéki műfaj megőrzésével az volt, hogy a felnőttek felidézhessék a műhöz kötődő gyerekkori élményeiket. Szerelmes vagy, az egy olyan érzés, ami visz előre. Soha nem álmodtam róla, hogy ezt csinálhatom, és ezt a ruhát meg aztán pláne nagyon szeretem. Egyre jobban érdekel, hogy mi a pszichés háttere az adott karakternek, hogy tudjam, hogy az zsigeri szinten miért olyan, amilyen. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából Szabó Máté új rendezésében állítja színpadra Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékát az opera. A zenekart a Rácz Márton karmester által sokat kutatott ősváltozat nyomán Keselyek Gergely dirigálja. Zenés színháznak vannak egyszerűen papírra leírható építészeti szabályai. A főszereplőket alakító énekesek a próbák közben nem csak hiteles játékukra készülnek, hanem kérésünkre azon is elgondolkoznak, hogy milyen lenne találkozni az általuk megformált szereplőkkel. Én szerintem mi marha jó haverok lennénk. Biztosan kedvelnénk egymást. Ami bennem például nincs meg, és amit én tanulhatok tőle, az az, hogy igazán kiáll magáért, igazán szembe mer menni. Hogyha viszont hibát követel, az tényleg hatással van rá, úgyhogy megérinti mélyen, és van benne egy olyan ambíció, ami előre viszi, új célokat ad neki, és ez viszont ugyancsak bennem is megvan. Szóval, ja, ha itt lenne, akkor egy csomót söröznénk együtt. Iluska nagyon, nagyon kedves, kicsit sérült, de hát egy bántalmazó családból jön. Egyébként meg egy csupaszív lélek, hát egy szerelmes tündéri naiva, és hát persze, hogy az ilyenekből lesznek a tündér királynők. A három felvonásos daljátékot bámulatos mesevilág kíséri. A bögrém, meg a késem az nagyon-nagyon klassz és nagyon kreatív. A cselekmény a faluban indul, ahol Iluska és Jancsi szerelmét a lány mostohája nem nézi jó szemmel. Felbérli a falu csőszét, hogy hajtsa tilosba Jancsi nyáját, és mikor ez megtörténik, Jancsinak menekülnie kell. De megígéri Iluskának, hogy nem feledkezik el róla, és visszajön érte. Megjön az egész huszársereg, Éli János Vitéz, hát ott elalél mentem, mert hát annyira végre örül, hogy valami kézzel fogható férfi jelöltek vannak ugye ott. A második felvonásban a francia király udvarából János Vitéz huszáraival elkergeti a törököket. A király hálából felajánlja neki országa felét és leánya kezét. De János Vitéz visszautasítja, és elindul Bagóval, hogy felkeresse a már túlvilágon lévő szerelmét. Átéli a szerelmet abba a pillanatba, ahogy a tantusz elindul fölülről. Rájön, hogy ő mennyire szereti, mire leesik, már azt is tudja, hogy el kell engednie. És ez hiába egy másodperc, ez a világ, ez a minden. És ezzel a pillanattal együtt érik meg, és nő fel a király kisasszony. A legintenzívebbnek egy piánónak kell lenni olykor.
János Vitéz, te, én és huszár, abba a János Vitéz, te, abba a tebe minden benne van. A művészet, meg az opera műfaja, a színpad, az mindig a dráma, az mindig a szélsőségek. Én ezen dolgozom. A János Vitéz olyan mese, ami Szabó Máté rendező értelmezésében a felnőtt élet legnagyobb csalódásait sorakoztatja fel. Létezik a szerelem, és az a fajta szerelem, amit Kukorica Jancsi és Iruska egymásnak tudnak adni. Nem kell annyira kiégni, engem is emlékeztet rá, hogy a szerelem milyen szép dolog. Milyen szép dolog, amikor az ember először lesz szerelmes, és főleg a hűség ebben a darabban nagyon fontos. És hát Jancsi hűséges, és ez szép. Persze kellenek hozzá azok az emberi tulajdonságok, ami János Vitézben, Kukorica Jancsiban megvan, hogy a büszkeség, az önhit, egyfajta alázat az élet és mindennel szemben, és akkor ha ezek párosulnak a szerelem érzésével, akkor azért a nő mindent meg fog tenni. Nagyon jó megkapni ezt az érzelmet így színpadon, és keresi a szerelmét tovább, és nem adja fel. Ez mindenkinek példát mutathat. Az elveszett szerelem megtalálása mellett a hazatalálás is a mű egyik központi eleme, ahogy a daljáték saját drámai figurája, Bagó is összetett, árnyalt értelmezésre ad lehetőséget. Ő is szerelmes Iruskába. Bagóban végig van egy fájdalom, tehát a játékosság, meg a poénok felső rétege alatt, ugye ott van egy folyamatos fájdalom benne ebből a nem viszonzott szerelemből kifolyólag. A bolyongás az utolsó felvonásban a lélek nyugtalanságát, majd Tündérországba, később pedig a faluba való megérkezését szimbolizálja. Most pedig következzen rövid hírrovatunk. Filmszerű látvánnyal, fantasztikus szereposztással március 4-től újra az Operaház színpadán a Hunyadi László. Erkel Ferenc egyik leghíresebb operájának ős változata, Ókovács Szilveszter rendezésében 90 év után, 2022-ben az András Júti Íből palota újranyitásának hetén debütált, és okozott felejthetetlen élményt a közönségnek. Egy évvel a premier után most többek közt Kolonics Klára, Pataki Adorján, Brickner Szabolcs, Rácz Rita és Cser Krisztián főszereplésével, Kocsár Balázs vezényletével látható újra, klasszikus és nagyszabású rendezésben egészen március végéig. És visszatér az Operaház színpadára Csajkovszki első és egyik legkedveltebb balettje a Hattyúk tava is, amelyet március 18 és április 8 között 13 alkalommal láthat a közönség a Magyar Nemzeti Balett művészeinek közreműködésével, David Coleman és Kollár Imre vezényletével. Elindult a regisztráció a Hungarian Grand Prix-re, amely unikális színfoltja a hazai táncéletnek Európa kulturális fővárosában, Veszprémben. Az utánpótlás nevelés szempontjából kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyre a világ minden részéről várják a 7-18 éves balett növendékeket. A Hungarian Ballet Grand Prix zsűrije a klasszikus balettművészet és a kortárs tánckultúra elismert művészeiből áll. A versenyzők közül a nyertesek a szakmai elismerésen túl komoly pénzjutalomban is részesülnek majd. A Magyar Nemzeti Balett Intézet a jövő balettművészeit keresi, éppen ezért nagyon komolyan veszik a gyerekek balettképzését. A növendékek hetente többször gyakorolnak, sőt vizsgáznak is. Különböző csoportok felméréseinél is ott voltunk, mutatjuk, hogyan zajlik mindez a Magyar Nemzeti Balett Intézetnél, ahová hamarosan felvételivel kerülhetnek be az új tanulók. A régi időben gyerekeket 10 évesen elkezdtek felvenni balettiskolában. Ma már változott a helyzet, sokkal korábban elkezdünk táncolni. Nagyon ügyesek legyetek! Nagyon sok sikert kívánom mindenkinek, jó? Nagyon sok dolog hamarabbra tolódott, hamarabbra csúszott. Így az a fajta balettoktatás is, amit a Magyar Nemzeti Balett Intézetnél csinálunk.
4-5 évestől a 15 évesig minden növendék fél évenként balettvizsgát tesz, ami nagyon is inspirálja az elhivatottabbakat. Megvan a sorsom, én azt befejezem itt a balettiskolát, meghívtak Londonba, de nem értek el, befejezem a balettiskolát, és megyek az együttesbe. Milyen együttesbe? Megyek az együttesbe! Ha elhívnak, talán elgondolkozom rajta, de én itthon akarok táncolni. A mesterek és a tanítványaik együttes megmérettetése ez. A kisebb növendékek 3 előkészítő és 2 haladó csoportjában a munka lényegében rákészülés a palettre. Egy főleg ilyen gimnasztika, fölkészíteni az izomzatot arra, hogy amikor már oda kerül a sor 10 éves korban, kezdjük el az első évfolyamot, akkor már készen álljon a test arra, hogy kiforgassa a lábát, erős legyen a háta, meglegyenek a spárgák. A 8-9 évesekből álló haladó második csoport vizsgája 75 perces. Fizikai adottságban, itt náluk még 1-2 hónap nagyon sokat számít, így szellemi koncentrációban is azért nagyon nehéz akár egy órán át oda koncentrálni, a gyakorlatokat megtanulni. Azt mondhatjuk, hogy a Zsófi balett anyuka? Igen. Egy táncosnak mindig azt kell gondolni, hogy mindig jobb akarok lenni, és hogyha egyszer nagyon jól megy, akkor még jobban. Olyan nincs, hogy magadnál soha nem tudsz jobb lenni, mert jobb tudsz magadnál lenni mindig. A haladó második csoportnál alig 2 évvel idősebb második évfolyamosoknál már nagyobb a szigor. A 7-6 napján van balettóra, és 90 perc a vizsga. 2 év keresztül tanítottam csak a spícórakat, és most már második évet megkaptam még saját évfolyamba is, és ott most folyamatosan 6-szor hetente tanítok a balett. Elég sok tananyag, nagyon-nagyon sok koncentráció igényel, és gyerekeknek sokszor nehéz, de igyekszünk. A spic cipő használatot a növendékek épp ebben az évfolyamban kezdik elsajátítani, de ez csak egy a sok balettos ismeret közül. Talán a hétfő az, amikor nagyon fáradtak vagyunk, meg a szerda, mert ugye a hétfőn van a másfél óra balett, az egy óra spic és az egy órás step is. Szerdán pedig a másfél órás balett és az egy órás ergé, de azért az ergé az elég nehéz szokott lenni. Például amikor színpadon vagy, akkor ez tényleg nagyon szép, és így úgy vagy, hogy ez megérte. A teljesítmény fontos, egyrészt, mert a cél az utánpótlás, hogy a növendékek a Magyar Nemzeti Balett Együttesének balettművészei legyenek. Másrészt pedig sok a verseny, amelyen folyamatosan elképesztő sikereket érnek el a kis táncosok, szóval bizonyítanak, megmérettetésről megmérettetésre is látszik, megéri a befektetett energia. A Magyar Nemzeti Balettintézet művészeti vezetője Radina Dace a vizsgák után kollégáival együtt értékeli az ott látottakat. Én nem vagyok mesternő, olyan 4 évfolyamnak, csak egyet vezetem, a 7-et a legnagyobbat, meg készítem gyerekeket táncolimpra, külön gyerekeket, akiket kiválogattunk. Tehát velük lepróbáltam, utána őket átöltöztettem, ők most várakoznak, és mindjárt fognak vizsgázni. 2 riportunk szereplői közül Adél és Bertalan azóta átvehették a berlini táncolimp korosztályos klasszikus duett kategória 2. helyéért járó díjat. De Bertalan modern táncduettben is érmet hozott Pollák Julianna Éva növendéktársával, Jászovics Mira pedig ezen a februári versenyen a klasszikus balettben ért el 3. helyezést. A berlini táncolimpiára egyébként 41 országból 600 versenyszámmal érkeztek versenyzők. Nekem ez volt a tervem, hogy ha egy oktatást elindítunk, az feltétlenül csak professzionálisan szabad megtenni, mert azt modellezzük már a gyerekeknél, amit fognak csinálni igazából a nagybetűs életben. Feltétlenül fontos az, hogy látják is a nagyokat, hiszen itt az operaház falai között vannak a balettórák, és minden nap találkozhatnak azokkal a példaképekkel, azokkal a sztárokkal, akiknek szurkolnak, drukkolnak adott esetben a nézőtérről. Ez
ez volt már az Opera Café. Köszönjük, hogy minket választottak. Ne feledjék, riportjainkat online is visszanézhetik, de jöjjenek operába, mert élőben az igazi. Jövő héten színpadon a János Vitéz és a Carmen, lesz Kishattyúk Tava balett növendékekkel az Eiffel Műhelyházban, és visszatér a Hunyadi is, amelyről jövő heti tematikus adásunkban még többet megtudhatnak. Egy hét múlva pedig várom Önöket újra itt az M5-ön, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!